2017 őszén az eddigi 50 millió forintról 100 millió forintra emelte a kormányzat a Széchenyi Kártyaprogram keretében igényelhető hiteltermékek maximális hitelösszegét. Ezzel tovább javulnak a magyarországi kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Széchenyi Kártyaprogram fennállásának 15 éves alkalmából szervezett ünnepségen. És a témával kapcsolatban Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója a vendégünk. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igazgató úr, 15 év azt hiszem egy ember életében is hosszú idő, pláne egy pénzügyi termék életében. Tudunk-e egy ilyen másfél évtizedes viszonylatban egy mérleget mondani, hogy a Széchenyi Kártyaprogram keretében mennyi pénz sikerült így a gazdaságba juttatni? Sikerül, hiszen egy olyan konstrukció, mint amin a Széchenyi Kártya, az elég unikális, és ilyen szempontból nagyon sok olyan eleme van, ami miatt azt gondoljuk, hogy a számokkal lehet legjobban bemutatni azt, hogy mit is értünk el 15 év alatt. Itt talán a legfontosabb az, hogy több mint 1980 milliárd forint, ami egy hihetetlen nagy szám, banki életben is, egy termék életében pedig aztán kifejezetten egy nagyon komoly szám, annyi milliárdnál tartunk. De hogyha ezt le akarjuk jobban bontani, akkor talán mondhatjuk azt, hogy 360 ezer vállalkozó vette, már próbálta igénybe venni, igényelte a Széchenyi kártyát, és abból 270 ezeren már át is vették, hogy használják, hogy használták a kártyájukat. Hogyha ezt jobban le kéne bontani, amíg itt beszélgetni fogunk ez a kb. 15 perc alatt, ez alatt ki fog menni kb. 30 millió forint értékű hitel, Széchenyi kártyás hitel a gazdaságba. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek a sarokszámok, ezek túl nagyok, hogy egy földi halandó ezt át tudja mérni. Ezért gondoljuk azt, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy a hazai vállalkozói közösség, aki Magyarországon működik egyáltalán, az a kb. 700 ezer vállalkozásnak már több mint a fele az, aki igényelte, vagy igényli, vagy használta, vagy használja a Széchenyi kártyát. Honnan ez a bizalom, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy mi a Széchenyi kártyának a sikerének a titka? Egyértelműen az, hogy egy állandóan a vállalkozói közösséggel való folyamatos beszélgetés adja meg az alapját annak, hogy hogyan fejlődik maga a Kavosz, ami a Kamarának és a Vállalkozók Országos Szövetségének a közös cége. Ez a Széchenyi kártya, ez gyakorlatilag a vidéknek a hitele, vidéki vállalkozásoknak a hitelkártyája, vagy útlevele, mondhatjuk így. 85%-a a kihelyezett hiteleknek az vidéken zajlik le. És ilyen szempontból a Kavosz nem csinál más, csak folyamatosan észleli azokat a kérdéseket, felvetéseket, adott információkat a vállalkozások részéről. Napi majdnem 200 vállalkozás jön be hozzánk. Ezek mindig elmondják, hogy mi a problémájuk nekünk, ezeket össze kell gyűjtenünk, ezekre kell válaszokat adni, ezekre kell valamilyen módon olyan megoldásokat nyújtani, amit utána lefordítva a gazdaságpolitika nyelvére el tudunk érni a gazdaságpolitikán keresztül, hogy arra egy olyan segítséget nyújtson a politika, amivel a vállalkozók jól járnak. Másfél évtized, ahogy mondtam, nagyon hosszú idő, de ahogy említett, a fejlesztés lehetősége ugye benne van a rendszerben. Itt az évtizedek alatt, vagy az évek alatt változtak a gazdasági körülmények, a piaci viszonyok. Önök hogyan tudták, vagy egyáltalán hogyan tudják fejleszteni magát, ezt a terméktípust? Korábban a Széchenyi kártya csak egy folyószámla hitel volt, aztán jött hozzá a beruházási hitel, a forgóeszköz hitel, aztán jöttek az uniós pályázatokhoz, kellett önerőhitel, és kellett már elnyert támogatást megelőlegező hitel. És a legutolsó termékkörünk volt az Agrár Széchenyi kártya, ami korábban nem volt benne a portfólióban. Azzal 3 éve kezdtünk el dolgozni, töretlenül, folyamatosan haladunk fölfelé, hihetetlen sebességgel. Én mindig hittem a vidékben, és azt hiszem, hogy nekem ez az igazi jó visszaigazolás, hogy jól gondolkodunk és együtt gondolkodunk a vállalkozásokkal. Ugye itt a válaszában már több elemről is beszélt, de melyek a fő elemei ennek a Széchenyi kártya programnak? Egyrészt a legnagyobb siker mindenképpen a folyószámla hitel, hiszen az a legkönnyebben hozzáférhető hitel, amiről beszélhetünk. Ez egy 100 millió forint felső határú, 1 milliótól 100-ig, 1 milliónként ugorva lehet egyébként igényelni. És a folyószámla hitel ugye a legkönnyebben, 2 héten belül gyakorlatilag ingatlan fedezet nélkül hozzá lehet jutni olyan hitelhez, ami a vállalkozás számára mindennapi költségeket fedi be. Van forgóeszköz hitel, ami ugye egy 3 évre szóló hitel, egyébként a folyószámla hitel az 1 évre, 1+1 évre szól. A forgó az már 3 évre szól. A forgóeszköz hitel az gyakorlatilag a működtetéshez szükséges beszerzések, alapanyagok, készleteknek a vásárlásához szolgáló hitel. A harmadik hiteltípusunk a beruházás hitel, ami már 10 évre szól, 0%-os kamattal, és ez mindenfajta olyan gép, berendezés, eszköz, épület, telephely,
ingatlan vásárlására, üzleti célú ingatlan vásárlására szolgálat, amelyel a vállalkozások, a saját vállalkozásokat tudják segíteni. Ezen kívül van még a két uniós pályázathoz szükséges önerőhöz segítséget adó hitelünk, ez is 0%-os kamatú egyébként, illetve a már elnyert támogatást megelőlegező hitelünk, ez is 0%-os kamatú. És a hatodik az pedig az agrárium számára kifejlesztett és 2013-ban, 2014-ben bevezetett Agrár Széchenyi kártya, ami gyakorlatilag át kívánja ölelni az erdő, vad, hallgazdálkodás, mezőgazdaság minden ágát, kezdve akár az őstermelőktől, akár egészen a nagy gazdaságokig át tudja ölelni a teljes repertoárt. Erről a hat terméktípusról majd természetesen szeretnék beszélni, de ez is azt mutatja, hogy maga a Széchenyi kártya program az a kis és középvállalkozási szektornak a széles spektrumával kíván, vagy széles szereplői spektrumával kíván foglalkozni és támogatási lehetőségeket nyújtani. Tehát kik azok, akik önökhöz fordulhatnak, és hogyan, mikor tudnak hozzájutni ezekhez a termékekhez? Hát sokkal rövidebb a listáját felsorolni azt, akik nem juthatnak hozzá, azért inkább azt mondom, hogy gyakorlatilag minden olyan vállalkozó, aki Magyarországon, magyarországi székhelyen működik, nincsen köztartozása és nagyon nem negatív a mérlege, és legalább egy éve működik. Ezek az alapfeltételek. Ugye a hat terméktípus felsorolásakor említette az uniós támogatásokhoz fűződő szolgáltatásaikat. Ilyen ugye az a lehetőség, amikor az uniós pályázatos szükséges önerőben is tud segítséget nyújtani a KAVOSZ. Ez hogyan épül fel? A 2007 és 13 közötti pályázati időszaknak a legfontosabb tanulsága az volt, hogy nagyon-nagyon sokáig nem tudtak a vállalkozók még nyertes pályázatnál is hozzákezdeni a programhoz, vagy a projektjükhöz, mert nem volt önerejük. Akkor ráadásul ugye egy elég erős válságidőszakban is voltunk. Mi akkor kezdtük el kifejleszteni, és 2010 után vezettük be, 12 környékén vezettük be ezt a bizonyos önerőhitelt, hogy a 14-20-as időszakra vonatkozóan már tudjanak a vállalkozók ezzel a típusú termékkel élni. Ez gyakorlatilag szintén 100 millió forintig 0%-os kamat mellett a vállalkozó fölveheti azt az önerőt, ami neki szükséges ahhoz, hogy el tudjon kezdeni dolgozni. Ennek nagyon nagy fontossága van, főleg az agrárpályázatok esetében a VP, ez a vidékfejlesztési programok tekintetében, ahol az előleget nem tudják odaadni garanciák nélkül, bankgaranciák vagy valamifajta fedezettség nélkül, ezért a Széchenyi kártya ilyen szempontból nagyon nagy segítség tud lenni számukra. Mi a helyzet azokkal a programokkal, amelyek utófinanszírozási rendszerben működnek? Ez volt a másik probléma, hogy amikor elnyerte egy vállalkozó a pénzt, akkor behozta az önerőt otthonról, meg behozta azt is, amit elnyert, és csak a végén az unió nagyon sok papírmunka után volt hajlandó ezeket a pénzeket a kifizető helyeken keresztül visszaadni. Ez egy nagyon, nagyon merev és nagyon-nagyon negatív rendszer volt a vállalkozásoknak, ezért egy nagyon hosszú nevű terméket hoztunk létre, ez a már elnyert pályázati támogatást megelőlegező cashflow hitel. A hosszú a név, de nagyjából jól mutatja azt, hogy miről is van konkrétan szó. Nyertem egy pályázati összeget, azt az összeget előre megkapom, szintén 0%-os kamatra ebben a bizonyos terméktípusban, Széchenyi kártya terméktípusban, és ezzel én már el tudom kezdeni azt, hogy ki tudom valamilyen módon cashflow-zni, ki tudom backelni azt az időt, ami gyakorlatilag a vállalkozásnak kell ahhoz, hogy a projektet befejezhesse, és el tudjon kezdeni vele dolgozni. Azok, akik most nézik ezt a beszélgetést, és valamilyen utómódon kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, vagy az agrárszektorból élnek, biztos, hogy több ponton felkapták a fejüket, hiszen elhangzott egy új termék, ugye ez az Agrár Széchenyi kártya programja. Hogyan igényelhető ez, és ez milyen lehetőséget, támogatási lehetőséget nyújt az egyébként kiszolgáltatott helyzetben lévő agrárszereplőknek? Nagyon sokáig tartott, amíg ki tudtuk fejleszteni a terméket, és ennek egy elsődleges oka az ott az unióval meg kellett küzdenünk. Az unió az nagyon külön támogatási körben tartja az agráriumot és a gazdákat. Mi nagyon, mondhatjuk azt, hogy vehemensen álltunk hozzá ahhoz, hogy már pedig a hazai kisvállalkozói kör az elsődlegesen a gazdákból áll, és azokból a vidéki vállalkozásokból áll, aki nekem szívem csücskei és ilyen szempontból legfontosabbak. És ezt tartalma, és sikerült a végén elérnünk azt, itt a 2010-ben belépő Fidesz kormány nagyon komolyan a zászlójára tűzte a Széchenyi kártyának a programmá fejlesztését, és ennek az agrár volt gyakorlatilag a csúcspontja. És most arra a fiatal gazdák, a családi gazdaságok, az őstermelők tényleg a növénytermesztésre, az állattenyésztésig 1, 2 és 3 éves hiteleket tudnak felvenni. Ugye itt mezőgazdasági szereplőkről beszélünk, agrárszereplőkről, vállalkozókról, akik nem feltétlen járatosak ezeken a pénzügyi területeken. Kik és hogyan igényelhetik ezeket a termékeket, vagy ha fogalmazhatnék úgy is, hogy mennyire bürokratikus a rendszer és mennyire könnyített az igénylések folyamata?
Minden kis és középvállalkozói definícióba beleférő vállalkozás igényelheti a Széchenyi kártyát, az agrárt is, meg a normál hiteleket is. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy kíséri egy garancia program, a hitelgarancia ZRT és az agrárvállalkozási hitelgarancia alapítványnak a garanciája az egész programot, így ilyen szempontból elég széles lefedettségünk van. Nem mondom, ahogy az előbb is mondtam, nem nagyon tudok olyan típusú vállalkozót, aki ne tudna ehhez a programhoz hozzáférni. Kiki a saját maga szintjén, az árbevételt nézzük. Nem is kérünk túl sok papírt, hiszen a vállalkozások számára a kollégáink, akik országosan 220 irodában dolgoznak, ezek a kamarai és a VOSZ irodák és a KAVOSZ irodák, gyakorlatilag arra vannak kiképezve, hogy hogyan lehet a vállalkozások számára lehető legkönnyebbé tenni. Tehát egy papírt nem kell gyakorlatilag behozni, minden papírt mi állítunk elő, mi kérjük be a NAV nullást, mi kérjük be a földhivatali papírokat, a cégkivonatot, mi kérjük be a vállalkozások helyett. Neki egy dolgot kell, kérni a könyvelőjétől a főkönyvő kivonatát és az előző évi mérlegét, és azzal be kell ballagni a egyébként 10-15 kilométerenként legalább egy Széchenyi kártya igénylő helyünk, oda be kell ballagni, és a kollégák ott fél óra gyakorlatilag az egészet elmondják, és meg is csinálják helyettük konkrétan a hiteligénylés teljes folyamatát. Akkor valóban nem túlzás azt mondani, hogy ez egy bizalmon épülő rendszer. Hol és mikor tudnak, vagy tudják a legalapvetőbb információkat beszerezni az érdeklődők? Igen, ez jó szó, ez a bizalmi kártya, az is egy alszlogenje, vagy egy alneve a Széchenyi kártyának, hogy a nép hitelez. És amikor Demián Sándor kitalálta ezt a programot, aki nem régiben hunyt el, és a VOSZ örökös elnöki mi választottuk, akkor azt gondolom, hogy ő azt gondolta, hogy a vállalkozóknak, a kicsi, nagyon kicsi vállalkozóknak szüksége van egy nagyon komoly segítségre ahhoz, hogy túléljék azt a fajta növekedési hiányt, ami régóta terheli őket. Ezért is a kamara és a VOSZ karolta föl magát a programot, tehát mostanra a területi és országos iparkamara minden irodájában elérhető a Széchenyi kártya. A vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége összes irodájában elérhetők ezek a termékek. És a KAVOSZ ZRT, ugye, aki az egésznek a témagazdája, vagy az egésznek a mentora, az, aki az egész programot gyakorlatilag központilag irányítja. És a legegyszerűbb a www.kavosz.hu honlapon megkeresni a terméket. De hogyha bármelyik bankfiúba bemennek, szinte a teljes magyar bankszektor, szinte összes bankja érintett és partnerünk ebben a programban, akkor ők is szívesen irányítják a vállalkozókat. Nagyon kiemelt partner, ugye a vidék szempontjából fontos partner a takarékszövetkezeti hálózat, az MKB bank, az Erste, az OTP, nagyon sok olyan bank, aki Magyarországon meghatározó jelentőségű, ezek mind-mind partnereink, és a vállalkozások számára is azt a lehetőséget megadjuk, hogy ők választják, hogy melyik bankkal szeretnének dolgozni, és melyik irodában kívánják fölvenni a kártyát. A 15 éves Széchenyi kártya program eddigi eredményeiről és lehetőségeiről beszélgettünk a KAVOSZ ZRT vezérigazgatójával, Krisán Lászlóval. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.